Sziasztok, Kriszti vagyok, és a FemSpace legújabb adását láthatjátok. Most egy különleges helyszínre érkezek, ez a Sigmund Freud Egyetem. Azért itt találkozunk Fannival, mert ősszel elég sok olyan témánk lesz majd, ahol könyveket fogunk nektek bemutatni. Fanni ott is jön. Biciklivel, mert ő egészséges. Én meg metrózok, ennyi. Sziasztok. Hello. Hello! Na de egyébként ez Fanninak a munkahelye, úgyhogy kicsit majd mesélhetnél róla. Megmutatom nektek mindenképpen. Jó. Na akkor induljunk. Így van, gyertek velünk! Angel sent from up above. You know you make my world light up. Ez ami most épül, ez a FemSpace irodaház lesz itt mögöttünk. Ámen, ámen. És a mi irodánk ott lesz fönt a tetőtéren, és lesz hozzá egy külön bejáratú jacuzzi és sauna is. Mire imádom ezt a helyet, mert minden zöld. Megépítettek egy teljesen új kampusz, ahol két egyetem van jelenleg, és szerintem tovább fog ez itt bővülni. És egy hatalmas kertész csoport dolgozik azon, hogy mindig éjszakban megfelelően szép virágos legyen az egész. Én mindig itt szeretem azokat a történeteket, ami sikertörténet, amikor emberek egyszerűen túlépnek saját árnyékukon, és már csak azért is megcsinálják, és híresek lesznek, és sikeresek. Nem feltétlenül beszélünk itt gazdag emberekről, hanem ezek lehetnek apró történetek. Annyira jó mindig ilyen történeteket olvasni, és nagyon örültem akkor, amikor megláttam ezt a könyvet, az 50 elszánt magyar nő. És köszönjük innen is, hogy mi is megkaptuk ezt. Ez nekünk egy, vagy lehet, nem tudom, több eszembe beszéltek, nekem ez egy biblia tulajdonképpen. Amikor olvastam, engem folyamatosan egyszerűen libabőröztem, hogy micsoda történetek vannak benne. Meseszerűen ábrázolják ezt az egészet, az 55, ugye le vannak rajzolva itt a hölgyek, és nekem megmondom őszintén a kedvencem, Dévény Anna. Belőle. Ez azért is közel áll a szívemhez, mondja, a kislányom koraszülött volt, és én nagyon belástam magam a témába, mert Dévény Anna ugye ezt a mozgásterápiát ezt a koraszülötteknek találta ki elsősorban, és hogy elolvastam a történetet, és én nem is tudtam, hogy ő 40 évig küzdött azért, hogy elfogadják ezt a terápiát. Úr, most is kiválasztott, hogy 40 év Jézus Isten. Nincs kedvencem, mert mind a kedvencem. Ebben a könyvben olyan történetek vannak, ami tényleg a valóságon alapul. És végre nem csak István királyról tanulunk, hanem őnek az édesanyjáról és a feleségéről is van. Pontosan. Nem csak arról beszélünk a történelem órán, ugye mindenhogy kisiskolás korunkban, vagy az érettségire készülve, hogy volt egy Mátyás király, akit megválasztottak a Dunajegén, hanem ebben a könyvben leírják, hogy hogy volt az a királya választás, hogy Mátyás király édesanyja komoly pénzekkel fizette le az urakat, hogy a Mátyás király nevét harsogják ott azon a bizonyos Dunajegén, és az összes háttértörténet benne van, amire általában nem jut idő a hivatalos történelem órákon, vagy az érettségi tételekből kiszorulnak ezek a sztorik. Vannak benne olyan dolgok, amit annak ellenére, hogy sokat tanultam róla, nem tudtam. Például tudjátok ki az a Ráskai Lea? És tudjátok azt, hogy a könyvekben, amit ő másolt a kódexekbe, néha beleírta azt is, hogy fáj a fejem. És már nem bírom többet írni. Tehát a személyes élményeiről is ír egy szakkönyv. Itt egy cinkapalmáról, aki az első cigányprímás volt. Vagy egy pilótanőről, kutatóról, klímakutatóról, tehát hihetetlen történetek van benne. A klímakutató, aki mellesleg sok gyerekes édesanyja és egyetemi tanár, és összetudja egyeztetni a tudományos karrierjét és az anyaság. Na, azt mondta, hogy csinálja, de remélem, hogy nehéz lehet. Szóval, nagyon jó. Ha van előttetek egy ilyen példa, és látjátok, hogy másnak is sikerült, akkor lehet, hogy nektek is erőt ad. Akár nőtök, akár férfiak, akik most ezt a tudást nézitek, hogy meg lehet csinálni, csak ki kell egy kicsit tartani. Fodor Marci és Neset Adrián könyvét keresétek az 50 elszánt magyar nővel.
olvassátok ezt is. Sziasztok! Sziasztok!